François Hollande a napokban azt nyilatkozta Japánban, hogy az eurózóna válsága véget ért. Hogy igaznak tekinthető ez az állítása a francia elnöknek, ezt fogjuk ma megvizsgálni az FX-ben. Az FX főtámogatója az Admiral Markets, kereskedés mindenkinek. Vendégünk a stúdióban Bakos Ádám, az Egon alapkezelő, kötvény, üzletág vezetője. Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Neked mi a véleményed? Egy szubjektív állításra volnék kíváncsi, hogy véget ért vagy nem? Azt hiszem, hogy a francia miniszterelnök szájából furcsa lenne, hogyha azt mondaná, hogy nem ért véget, ő muszáj, hogy hivatalból optimista legyen, és tényleg azért vannak jelek, amelyek arra mutatnak, hogy talán már a javulás következik, de azért szerintem még komoly kihívások állnak az eurozóna előtt. A piaci folyamatok valamivel nyugodtabbak, kedvezőbbek, a hosszú kötvényhozamok a periféria országokban stabilizálódtak. Tehát piaci szempontból azt hiszem, hogy jelenleg nincsen probléma, az Európai Központi Bank különböző intézkedései megtették a hatásukat, de azért a reálgazdaság még mindig nem növekszik, valószínűleg idén is recesszióban lesz az eurozóna, úgyhogy azért ebből a szempontból még sok teendője van a gazdaságpolitikusoknak. Egy-két nagyobb krízist azért átélt az a régió, ugye elég csak a görögökre vagy a ciprusiakra gondolni, és végül sikerült megmenteni őket. Nem tudom, van-e most hasonlóan problémás ország itt a láthatáron, akivel ilyen problémás gócpont lehet? Egyelőre az történt eddig, hogy kis országokat kellett megmenteni, ugye Portugáliát, Írországot, Görögországot, Ciprus, ezek az eurozóna méretéhez relatíve kis országok voltak. Őket különböző intézkedésekért cserébe sikerült megmenteni, legalábbis az eurozónában tartani, és az eurozónát egyben tartani. A nagy kihívást az jelentette volna az eurozóna számára, ha valamelyik nagyobb ország, Spanyolország vagy Olaszország kerül nehéz helyzetbe, illetve kerültek nehéz helyzetbe, de végül sikerült elkerülniük azt, hogy nemzetközi mentőcsomagot kell kérni, úgyhogy egyenlőre én itt nem látok problémát, a spanyolok jelentős reformokat csináltak meg. Ők azt gondolom, hogy komoly áldozatokat hoztak azért, hogy elkerüljék ezt. Olaszországban pedig inkább a politikai bizonytalanság az, ami rányomja a bélyegét a helyzetre, mert a közpénzügyek talán nem annyira rosszak. A költségvetés elsődleges egyenlege például pozitív, úgyhogy ebből a szempontból nincs probléma. Ugye Szlovénia volt egy újabb kis ország, aki közel került ahhoz, hogy nemzetközi mentőcsomagot kérjen, de végül egyenlőre a szlovénok is úgy tűnik, hogy elkerülik ezt. Ott azért még magas szinten vannak a kötvényhozamok, és hát figyelnie kell a szlovénoknak arra, hogy a piacok bizalmát megtartsák, mert jövőre azért komoly refinanszírozási szükségleteik lesznek. Én akkor ugye a munkanélküliséggel komoly gondok vannak, ez egy 12,2%-os ráta, ezért ez eléggé kemény, tehát ezt azt hiszem, hogy rekordot is döntött. Nem tudom, hogy ez például az ellenérveket erősítheti-e? Abszolút, én azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy a válságnak vége van, amíg a munkanélküliség növekedési pályán van. Két ország van, ahol csökken a munkanélküliség, ez Németország és Ausztria, tehát két nagyon erős gazdaság, vagy legalábbis itt nem növekszik a munkanélküliség, az összes többi eurozónás országban romlik a foglalkoztatási helyzet. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy még nagyon sok tennivaló van, de minthogyha azért érzékelnénk egy hangsúlyváltást az európai politikusok részéről, ugye korábban a megszorítások mindent vittek. Én azt gondolom, hogy idén már nagyon sok olyan hangot hallani, hogy túl sok volt a megszorítás. Be is ismerték mondjuk az IMF részéről, hogy túlzásba vitték több helyen a kért megszorításokat, és sokkal több hangsúlyt kéne helyezni a növekedés serkentő lépésekre. Ugye a németek ennek a fő szószólói, a megszorításoknak a fő szószólói, de most jönnek a német választások idén, úgyhogy Angela Merkel is szerintem egy kicsit engedékenyebb, és például ilyen kezdeményezés az, hogy a német fejlesztési bank olcsó refinanszírozást fog nyújtani a spanyol fejlesztési banknak, még hogyha ez csak egy
kis összeg is, nem egy jelentős méretű dolog. Azért azt gondolom, hogy ez egy jele annak is, egy kezdete lehet annak, hogy a németek hozzáállása is megváltozik. Bakos Ádámnak, az Egon alapkezelő kötvényüzletek vezetőjének köszönöm, hogy eljött.